eleve önmagában veszélyes hulladék, mi nem tudjuk hasznosítani, mélytelepre bárhová elviszük, nem tudják hasznosítani, csak begyúrják, ezekből gondolom, hogy még értéket tudnak nyerni. Pontosan ezért valósult meg az elektromos hulladékgyűjtési akció Sárospatakon. A veszélyes hulladéknak számító elektronikai eszközök, akkumulátorok és gumiabroncsok a lakosságnak csak gondot okoznak, a kezelőnek azonban arra is lehetőséget biztosít, hogy iskolákat támogasson. Azok, akik odahaza csak tárolják a romos alkatrészeket és nem tudják megfelelő helyre elszállítani, azok most megszabadulhatnak legálisan, de igazából mi is, hogyha megfelelő mennyiségű alkatrész, illetve hulladék összegyűlik, akkor új DVD lejátszóval támogatja az iskolát az öko szervező. Az elektromos hulladékgyűjtés Sárospatak városa és az Ökomat Kft. Szervezésében valósult meg. Az e-hulladék így nem az utcákon végezte, és mint hallhattuk, hasznot is hoz. Nekünk lenne sokkal rosszabb, hogyha nem gondoskodnánk ennek a leadhatóságáról, és majd a tél eltelte után tavasszal azzal kellene szembesülnünk, hogy különböző külterületeken vagy éppen bokros belterületen részeken vannak elhelyezve, eldugdosva, és onnan kell összeszednünk. Ez nekünk is többe kerülne, és jelentősen romtaná a városképet is. A környezetvédelmi szakember szerint fontos, hogy minden hulladék a megfelelő helyre kerüljön, hiszen erősen környezetszennyező termékekről van szó. Ezek veszélyes hulladékok, az elektronikai hulladékok, ezt máshova a lakos nem tudja beletenni, nagy darabos hulladékokról van szó, ez a sima hulladékgyűjtő erényzetbe nem fér bele, ezért van szükség erre a külön akcióra, hogy ide el tudják hozni és leadhatják. A Sárospataki elektromos hulladékgyűjtési akcióban 3 helyszínen lehetett leadni a szemetet. Az aktivitásról elmondható, hogy mindhárom helyről zsúfolásig megpakolva indultak útra a teherautók.